A Rézeleje egy regény, amelynek ötlete jó 30 évvel ezelőttre tevődik vissza, ugyanis akkor kezdtem el foglalkozni azzal a gondolattal, hogy azt a világot, amelyet a novelláimban már többé-kevésbé bemutattam, egy hagyományos, mesélős, realista nagyregény formájában is összefoglaljam. És hát ahogy kell, kidolgoztam a regény szinopszisát, meghatároztam a helyszíneket, a cselekmény menetét, a szereplőket, és elkezdtem írni a könyvet, de már az első néhány oldal után megakadtam, mert rájöttem, hogy az akkori tudásommal én nem lennék képes olyan színvonalon megírni ezt a művet, ahogy én azt elképzeltem, és hát nagy bölcsen félretettem az egészet, és hagytam érlelődni körülbelül egy 20 éven keresztül, míg nem, az utóbbi néhány évben nagyon felgyorsultak itt a regény körül az események, ugyanis az a megtiszteltetés ért, hogy beválogattak a térei ösztöndíjasok közé. Ezúttal szeretném megköszönni az ösztöndíj bizottságnak ezt a lehetőséget, mert hát ezzel lehetővé tették azt, hogy a mostani tudásommal már nekifoghassak ennek a regénynek, és be is fejezzem, és mint köztudott, a határidő a legjobb múzsa, úgyhogy én a határidőhöz tartottam magam, és hát el is készült ez a kézirat, ami különböző stációkon keresztül vergődve, keresztül bukdácsolva, de végül is könyvé állt össze, amit most itt tartok a kezemben. A regény cselekménye valahol lent délen egy mondjuk úgy balkáni pálinka főző körül bonyolódik, és nagyjából abban jut kifejezésre, hogy két család egymással folyamatosan rivalizál. És ez a rivalizálás, ez annak tükrében zajlik, ahogy peregnek, alakulnak a háttérben a nagy társadalom formáló, vagy mondjuk úgy politikai események. Az egész történet egy fikció, a helyszín is az, habár úgy nagyjából meg lehet határozni, hogy ez valahol a Bácskában lehet, de hát teljesen kitalált az egész történet, de ami mögötte van, a nagyobb világesemények, a nagyobb politikai események, a Jugoszláviát érintő nagy változások, azok mind ott vannak egyfajta paravánként, vagy inkább ilyen háttérdíszletként a cselekmény mögött, és egyszerűen a szereplők nem lehetnek közömbösek ezek iránt, tehát nagyon-nagyon erőteljesen meghatározza az életüket. Vannak nagyon fontos nemzetközi események is, amelyek kihatással vannak a szereplők életére, cselekedeteire, így például az 1968-as arab-izraeli háború is fontos eseményként lép elő, de a kisebb-nagyobb történések ugyanúgy belopakodnak a történet szálai közé, és meghatározzák annak alakulását. A regénynek nincs hagyományos értelembe vett főszereplője. Van egy narrátor, aki inkább csak krónikás az eseményeknek, de azért jut neki is némi szerep, nem is olyan mellékes. A többiek pedig, ahogy az életben is, bizonyos események vagy történések kapcsán nagyobb szerephez jutnak, máskor hátrébb szorulnak, és előtérbe kerülnek újak. Ugyanúgy, mint ahogy a valóságban is ez van, tehát nem lehetünk folyamatosan a topon, ugyebár nem tudunk olyan fontos személyiségek lenni, hogy a mi egyéniségünk mindenki más fölé kerekedjen és az évtizedeken keresztül kitartson. Rövid idő jut nekünk, ebben a regényben is ilyen rövid, de fontos szegmensek jutnak a szereplőknek, amely szegmensekből összeáll egy nagy kép, és hát ez a regény olyan értelembe vett hagyományos mesélő próza, hogy itt minden mindennel összefügg, reális, racionális vonalon mennek végig az események, és a legelején, amik történnek, a legvégén, mint fontos, meghatározó kapcsok kerülnek elő, és akkor derült ki, hogy ami elő az első részben történt, az miért volt annyira fontos.
Természetesen a regénynek van egy nagyon komoly politikai üzenete is, habár az én rám annyira nem jellemző, én nem szoktam direkt politizálni, itt sem teszem ezt, de van egyfajta ilyen pártpolitikai olvasata is ennek a történetnek. Nevezetesen az is fölmerül, hogy bizonyos érdekek és bizonyos ellenérdekek hogy feszülnek egymásnak, még annak az árán is, hogy a győzelem, vagy inkább a diadal sokszor azoknak a kárára van, akik diadalt arattak. Tehát ez egy ilyen ambivalens, furcsa dolog. A szöveg nem egy könnyed olvasmány, mert ugyebár a Balkán és a fejlett nyugati civilizáció keveredésének határán vagyunk, ahol ez a két nagy kulturális tömb egymásnak feszül és áthatja keresztül kasul egymást, és tehát ez egy nagyon bonyolult kulturális közeget teremt, de ugyanúgy nyelvileg is nagyon összetett ez az egész világ. Tehát itt kifejezések, fogalmak, szokások szövődnek át, hiedelmek, babonák, minden itt összpontosul ennek a falusi pálinkafőzőnek az aurájában, és onnan sugárzik szerte szét, és viszi magával a szereplők sorsát, életét. Szóval ez nem az a fajta modern regény, amit manapság az írók gyártanak, hogy főleg hangulatprózát, főleg ilyen egyéni önreflexiókat, vagy ha nem ezt, akkor ilyen laza, egymáshoz kapcsolódó történeteket. Tehát a regények nagy része ugye bár manapság már inkább novellás kötet, hát ez nem az. Itt egy tömb az egész, ezt tudni kell végig, hogy mi történt, és hogy ki milyen viszonyba keveredett a környezetével, vagy egymással, és így a viszonyok hogy alakultak. Szóval ezzel az olvasmánnyal meg kell birkózni, de nagyon megéri szerintem. Mindenkit arra biztatok, hogy bátran vegye a kezébe ezt a könyvet, mert egyre kevesebb ilyen regény lesz. Sőt, még azt is megmerem kockáztatni, hogy a Rézele az egyik az utolsó ilyen próbálkozásoknak, ami egy kicsit a ugyebár kultúra teremtő mágikus realizmusnak az ösvényén halad, mert ugyanúgy, mint ahogy a mágikus realizmusban is van ez a lebegés, ez a különös napfénnyel áthatott furcsa lebegés, ugyanúgy ebben a regényben is ez tapasztalható, és hát én szerintem, aki apránként megfejti, az sok mindennel lesz gazdagabb. Ez a könyv minden, csak nem családregény, tehát inkább krimi, inkább kalandregény, inkább tényfeltáró valami, mert hát mondom, nagyon keményen benne vannak azok az események, amelyek fontosak voltak, és annak a régiónak, annak az országnak az életét döntően befolyásolták, ezek mind ott lobognak, dübörögnek a háttérben. Nagyon érdekes figurák vannak, a szálak egész Macedóniáig eljutnak, onnan is jönnek szereplők, de a hegyvidékes Balkánról is, akkor innen mi tőlünk is, és mindenki nagyon összetett figura, gyarló, néhol megbírálandó, esendő, máskor dicsérendő, szinte ilyen heroikus tulajdonságokkal rendelkező, de úgy, ha összegezzük, akkor nehéz eldönteni, hogy ki az egyértelműen pozitív jellem, és ki nem. Tehát mindenkiben van egy kis jó, egy kis rossz, és ez a jó és a rossz örökké vívja a harcát egymással, ugyanúgy, mint ahogy a regény fő cselekményében és a két fő tábor is küzdelmeskedik, próbál fölülkerekedni a másikon. Azt mindannyian tudjuk, hogy a redesztillációs folyamat végén, mielőtt még a tiszta matéria elkezdene csordogálni ki a kis résztcséből, megjelenik ez a bizonyos rézeleje, ami haszontalan anyag, mert tele van ilyen savas mindenféle anyagokkal, és hát ezt általában kiszokták dobni, de ugyanakkor van benne egyfajta ilyen misztikum is, mert nagyon nagy az alkohol tartalma, sőt, brutálisan erős ez az anyag, és hát minden közösségben vannak olyan
bátor vállalkozók, akik megpróbálkoznak azzal, hogy megkóstolják, milyen ez a rézeleje. És hát a falusi legendáriumokban vannak ilyen hiedelmek, vagy ilyen mendemondák, hogy valaki volt, aki megpróbálta és megitta a rézelejét, és hogy mi lett vele. Szóval ez a rézeleje, ez egy nagyon komoly kihívás. Egyrészt az abszurditás is benne van, hogy mennyire fölösleges dolog ez, mennyire hiába való megbirkózni a rézelejével. Tehát ez egy nagyon komoly metafora, így a valódi életben is, meg így a könyv tetején is, hogy ez az egész, ami ott benne van, ez a mérhetetlen küzdelem, vívódás, harc, aljasság, emelkedettség, minden pozitív és negatív érzelem, ami egy ilyen eszencia végén, gyakorlatilag olyan, mint a rézeleje. Tehát odafutunk ki, hogy ha bár benne van minden, benne van az ördög praktikája, benne vannak az angyali dolgok is, mert ugyebár a rézelejéről is terjednek olyan népi mendemondák, hogy bizonyos módon gyógyhatású. Tehát, hogyha kencéket készítenek belőle és rárakják fájós testrészekre, akkor a rézeleje kiszívja a fájást. Tehát vannak ilyen tapasztalatok is. És hát én azt gondoltam, hogy ennek az én kísérletemnek keresve se lehetne jobb beszélőbb címet találni, mint ez, ami összefoglalja ennek az egész misztikumát. Kellően rejtélyes, de ugyanakkor kellően konkrét is ahhoz, hogy ott legyen ezen a könyvön, ami félig meddig a pálinka főzés hatalmas, globális, univerzális rejtélye köré fonódik. Ennyit gondoltam gyors talpalóként elmondani a rézelejéről, és hogyha ezzel kapcsolatban észrevételük van, vagy kérdésük támad, akkor ne habozzanak azt megírni a kommentekben, mindenkinek válaszolok, és még azt is elárulom, hogy a kiadvány a Magyar Napló kiadó gondozásában jelent meg, és a Magyar Napló kiadó könyvesboltjában, valamint a honlapon is megrendelhető kedvezményesen. Úgyhogy mindenkinek nagyon köszönöm a figyelmet, és a könyvhöz kellemes perceket, jó olvasást kívánok. A viszontlátásra. Sziasztok!